Már nem csak a tankönyvcsomagokat, de a laptopokat is ingyen használhatják a gyerekek a tanuláshoz. Ezúttal a Lőrinci Hunyadi Mátyás általános iskola és is, amiba érkezett meg a magyar kormány laptop szállítmánya, amelyet Szabó Zsolt országgyűlési képviselő és az iskola igazgató osztott szét a tanulók között. Ezek a laptopok ingyenesek, nagyon jó minőségűek, a mai technológia a legmagasabb színvonalát képviselik. A magyar kormány vásárolta el 194 ezer darabot, az 5.-es, 6.-os és 9.-es gyerekek kapják, aminek azért törülünk, hiszen halljuk be, hogy a mai világban a gyermekeinket a digitális technológia szintjén is képeznünk kell, hogy okos, jövő felnőttjei legyenek, és ebbe kell segíteni. A notebookok képernyője teljes egészében hátrahajlítható, és a képernyő érintő képernyőként, vagyis tabletként is tud működni. Mint arról legutóbb beszámoltunk, újabb csak nem 200 ezer notebookot oszt ki a kormány az általános és középiskolákban, amely által növelik az IKT eszközellátottságot az iskolákban. A laptopokat haza is vihetik, tehát otthon is használhatják, itt is használhatják, magán szoftvert is le tudnak rá tölteni. Egy szóval igazi aktuális lesz ez a készülék a mai tanuláshoz. Azonban fölhívnám a figyelmet, hogy odakint gyönyörűen süt a nap, ki kell menni, focizni, meg végig kell járni a rétet, virágot kell szedni, körbenézni, mert az is egy olyan világ, ami fontos, hogy ismerjenek a gyerekeink. Ne csak tévé, ne csak laptop, ne csak okostelefon, hanem menjenek játszanak sokat, hiszen gyerekek. Elsősorban oktatási célra, de magán célra is használható laptopok hatékonyan segíthetik elmélyíteni a tudást a különböző elérhető interaktív feladatok, tanulási háttéranyagok által, miközben olyan nyelven szólnak a gyermekhez, amit közelebb érez magához.